Köszöntöm a kedves nézőket. A férfi vízilabda OB1 17. fordulójában a Tigra Csepe-Feger az Endoplus Service Honvéd csapatát fogadja. Éppen sorakoznak fel a csapatok. A kezdéshez Szalai Gábor az imént helyezte el a labdát a kezdő körben. Lássuk a csapatok összeállítását. Ezeger 1-essel Klémer Halás, 2-essel Rádli Rajmund, 3-assal Vilos Samu, 4-essel Sári András, 5-össel Gólya Noel, 6-ossal Kovács Gábor, 7-essel Szalai Gábor, 8-assal Baksa Benedek, 9-essel Lőrinc Bálint, 10-essel Nikola Murisics, 11-essel Dimitriek Liestulát, 12-essel Klán Gergely, 13-assal Dóci Márton és 14-essel Kisbacher Márt, a vezetőedző pedig Tóth Kálmán. A honvéd összeállítás 1-essel Dekker Attila, 2-essel Kevi Bendegúz, 3-assal Sebastian Hessels, 4-essel Eckler Bendegúz, 5-össel Hosnyánszki Norbert, 6-ossal Fejős Róbert, 7-essel Kis Bálint, 8-ossal Eckler Zsombor, 9-essel Baksa János, 10-essel Sugár Péter, 11-essel Simon Herlik, 12-essel Nyíri Balázs, 13-essel Manherz Ádám, 14-essel pedig Farkas Domokos, edző pedig Szívós Márton, és a vendégek hozzák el a labdát az első negyed elején, méghozzá Eckler Zsombor úszott versenyt Szalai Gáborral, és kaparintotta meg a játékszert, így ők vezethetik az első támadást. A meccset egyébként Vogel Gábor és ifjabb Kenész György vezetik. Egy lövés és ott van az első gól. Nem sokat vacakolt vele Sugár Péter, megszerezte az első találatát. Rögtön a első támadás vége felé. Jöhet előre az egyenlítésért a házigazda csapat. Egy bejátszás Murisicsnak, ketten viszont leszerelik együttes erővel, és megkerindíthat. Egyelőre nem tudott, csak most. Most úszik fel a csapata. Egy rossz passz, de nem megy ki. És még Lérik is. Ő is egy bejátszással próbálkozik, de nem járt sikerrel. Nem volt jó a labda Ekternek. Szalai. Kicsit most meghúzza a tempót. Murisicsnak egy bejátszás, és van egy kiállítás is. Az első a találkozón Sugár Péter gyűjtötte be. Szalai lóbálja, viszont ott a blokk. Kipattan a Murisicsé, nem Murisicsé, bocsánat, hanem Gólya Noelé. És megvan az egyenlítő találat. A második perc vége felé járunk. Egy-egy az állás. Emberelőnyben sikerült egyenlíteni. Keresi az embert, és kontrát fújnak a játékvezetők. Bal oldalt húzza meg Lőrinc. Sári középen. Szalai Kovácshoz. Sári messziről Murisicsnek próbálta belőni, de lejárt az idő. Dekker pedig egy indítással próbálkozik.
Kovácsot kiállítják, emberelőnyben szerezhetnek gólt a vendégek, és meg is teszik. Méghozzá Eckler Zsombor volt az, aki kihasználta az emberelőnyt. Kovács próbálta megakadályozni az akciót, de nem sikerült végül, így 2-1 a Honvédnak. Vendégek közösségi oldalán egyébként ma a Herc Ádám arra számít, hogy nagyon fontos találkozó lesz, így is állnak a mérkőzéshez. A tabellán ugye egymás mögött áll a két csapat, meg az Eger bravúrokat is ért el az elmúlt hetekben, hónapokban. Nem lehetnek biztosra. Egy távoli lövés, és ott van a második egri gól, Baksa Benedek egyenlített egy nagy góllal. 2-2. Reméljük, hogy tényleg szoros lesz, és egy győzelemmel lehet majd visszavágni az őszi vereségért. Ugye az őszi odavágón 10-7-es Honvéd sikert született Budapesten, aztán a Magyar Kupában is találkozott egymással a két csapat. Ott nagyobb különbségű hazai siker született az odavágón, akkor a négy közéjutás volt a tét, 16-7-re győzött a Honvéd, most viszont Griesbacher véd egy nagyot. Idehaza viszont sikerült egy picit javítani, növelni az önbizalmat, hiszen 10-9-re akkor a Tigrecete Feger győzött. Aztán a kupa elődöntőjében az OST-t kapta a Honvéd, és 12-10-es vereséget szenvedett. Sári és Dóci, egy lövés, jöhet előre a Honvéd, marad a 2-2. Sebastian Hessels, egy Hessel Sebastian nála a labda. Kevi, jó a bejátszás középre, és lesz egy kiállítás. Méghozzá Dócit küldik ki a játékvezetők, és ezt azonnal ki is használja a vendégcsapat. Eckler Bennegúz. 3-2 az állás a vendégek javára. Legutóbb egyébként a Ferencvárossal találkozott a Honvéd. ...9-19-es vereséget szenvedtek. Sok volt a kapott gól, ez szóvá is tett egyébként mind a játékos, tehát mind a játékosok, mind az edző. Most nagyon betömörülnek a vendégek. Szinte lehetetlen gól dobni, nem is lehet. Dóci belelövi a kapusba egész közelről. Az egyéni fegyelmezetlenségeket akarják javítani a tegerben. A figyelmetlenségeket, ez ebből volt sok a Fradi ellen. Azt mondták az értékelés után. Egy lövés távolról, és Griesbacher csak kinyújtja a bal karját, és ki is pattan róla a labda. Így maradt az eddigi állás. 3-2-es vendégelőny. Ries Torácz nem lő, hanem csak ijeszt. Kovács utolérte őt. Ez 100. A
Baksa. Piestorác. Dóci. Egy kapufa. Talán hozzáért a kapus is. Baksa lövéséhez. Adott a 3-2. Nincs akinek. Adja a labdát. Hessels. Most érkezett Kevi. És már a túloldalon jár a labda. Centerbe egy tiszta bejátszás. De most szerencséje volt hazai csapatnak, mert kapufa lett. Lőrinc úszik fel a labdával. Kriestorát szépen tovább, és aztán gyönyörű gól Baksa Benedektől. 3-3. Szépen ment tovább a labda. Oda sem, közelébe sem tudtak menni a honvéd védői. 1 perc van hátra az első negyedből. Kevi. Ismét a centernek sikerül levédekeznie Sárinak, de ki is küldik azzal a lendülettel. Aztán egy rossz passz. Telik a támadó idő. Jobb oldalon jár most a labda. Most ér ki bal szélre. És Eckler Bendegúz lő egy nagy kapufát. Sikerült megúszni ezt az ember hátrányt. És talán meg lehet még szerezni a vezetést így az első negyed végére. Rádli is ment a medencében. Lőrinc, Rádli vissza, kiszorítják most az egri csapatot. A vendégek Kriestorác lövését blokkolják, és ezzel vége is az első negyednek. Jöhet egy rövid megbeszélés. A mérkőzés előtt egyébként volt egy sajtótájékoztató, Ruszin Szendi Lomulusz, a Magyar Honvédségnek a vezérkari főnöke volt itt, illetve az egri klub vezetői. Ja, az volt a témája ennek, hogy április 7-én lesz a 175. évfordulója annak, hogy Mészáros Lázárt hadügyminiszterré nevezték ki. Ennek apropóján a honvédség parancsnok egy kihívást indított el. 4 fős csapatoknak kell lefutniuk 175 kilométert április 7-ig. Ő is kiválasztotta már a társakat, Szalaj Bobrovnicki Kristóf honvédelmi miniszter, Pálinkás Szilvesztert, Rozs Gergelyt. Együtt akarják majd teljesíteni a távot. Az egriek nem futni fognak, ezt jelentette be Szécsi Zoltán ügyvezetőjának és Kovácsi Tamás ügyvezetőigazgató, hanem nyilván úszni fognak 175 kilométert. Ennek a teljesítése egyébként nem felnőtt csapat reszortja lesz, hanem az utánpótlás csapatok fogják főként teljesíteni ezt a távot. Ezzel akarják majd segíteni a Magyar Honvédség népszerűsítését, a topozó kampányt. És le is járt már az idő. Beszélésre volt kicsit elég, vagy nem elég, majd eldől a következő 8 percben, hogy mit sikerült meghallgatni, megfogadni belőle.
Van labda már. Középen. Ismét Eckler Zsombor fog úszni. Vendég részről az első negyedben ő hozta el a labdát. Meglátjuk, hogy most sikerül-e egyenlíteni ebben a tekintetben is. Ezúttal Dóci kísérletezett versenyt úszni a vendégek 8-asával, de ismét az utóbbinak sikerült elhozni a labdát. És most Kevi helyett Sugár Péter van bent középen, aki az első gólt szerezte a találkozón. Centerbe egy bejátszás. Kevi próbálta bejátszani Eklernek, nem sikerült. És így Griesbacher indíthat. Priestorác szabad dobás után Rádli. Szépen teszik oda Murisicsnek a labdát, és sikerül is bebirkózni, a hárman is ott voltak rajta a nyakán. Ennek ellenére megszerezte a gólt, és ezzel a meccs során először vezet az Eger 4-3. Gólya varázsolta oda a labdát szépen. Ez volt az első találata, már volt helyzete. Mások sikerül-e kivédekezni ezt a honvéd támadást. Kevés Sugár játszik össze. Hosszú az ívált labda szerencsére is ez. Dóci. Említettem, hogy ugye egymás után állnak a tabellán a csapatok. A Honvéd 33 ponttal 5., az Eger 6., 31-jel. Ha győzne ma az Eger, akkor meg lehetne az előzés a tabellán. Nagy csapkodás középen lesz a kiállítás. Lesz emberelőnyben az Eger, Simon Henrik. Ő a kiállított játékos. Dóci Lőrincnek. Priestorác az úttal középen. És egy gyönyörű oldalra nézős passz után megszerzi a gólt Klárd Gergely. 5-3 ezzel. Becsapta a védőket. Priestorác. Klárra pedig nem figyeltek, de ő kapta a bejátszást. Először két gólos különbség a találkozón, szerencsére az egriek javára. Eklernek nincs kinek adni. Most menj be a center. Nagyon lecsapta a labdát, közelében nem sikerült a centernek játszani. Biztosan nem így akarta a vendég csapat. Szerencsére így rövid volt a passz, és jöhet előre az egri csapat. Dóci Baksához. Dóci egy pattintott lövéssel kapufa viszont besegít ezúttal Deckernek. V
Lőrincet küldik ki közben. Ember hátrányban az Eger. Lopja a távolságot a honvéd. A kapufa viszont most velük van. Nyíri Balázs. Jó helyezte a labdát a léc alá, és befelé pattant. Dóci lövésénél az imént kifelé jött. Labdával. Visszakapja Baksától. Körbejáratja most a labdát a csapat. Dádli éles szögből védi Becker a lövést. A kipattanó szerencsére itt marad. Maksa Kovácshoz, középen egy szabálytalanság és Murisicsel szemben ítélnek. Marad az 5-4. Ismét jó bejátszás centerben, meg lesz egy kiállítás. Búja. Hibázott. Bepöttyintik középre. És hát azt nem tudom, hogy benn volt a teljes terjedelmével. De megadják a gólt a játékvezetők. Griezwacher úgy tűnt védi a labdát, és maga mellé ütötte. De végül is az a gól, amit megadnak. És Mosnyánszki, bocsánat. Kis Bálint volt az, aki lőtt, és ott szerzett 5-5. 3,5 perc van hátra a második negyedből. Lőrinc. Lóci ismét hárman a kapuban, a honvédosok többször alkalmazták már ezt a variációt, most kijön Becker kezéről a labda. Kliestorácéból kiperdül. Túloldalra góljának. Bocsánat. Kliestorác, és ő neki sikerül belőni három ember között. 6-5 ezzel az állás. Csak sikerül föltörni ezt a fajta védekezést. Ha nem nagyon közelről lövik, akkor utat találhatott a kapuba. A kezek között a labda. Nagyobb szög is volt, mint a túloldalon. Dócinak adatott meg. Újra egy előny. Rangadóként vezették fel a mérkőzést. Végre ismét rangadó. Dóci. Griezwacher véd közben egyet. Távoli lövő kísérletet. Tóth Kálmán mind a hazai honlapnak, mind pedig a megyei hírportálnak elmondta, hogy örül, hogy újra rangadónak hívják az ilyen típusú meccseket. Ezt az egri munkának, az alázatos és kemény munkának tulajdonítja. Teljesítménnyel hívták ki ezt a rangot. Közben Becker mérgelődik a védekezés miatt.
Lóci. Nem lő. Lő viszont. Lőrinc, te mellé. Elmondta azt is Tóth Kálmán, hogy fontos, hogy milyen eredményeket értek el a bajnokságban, milyen helyzést tudhatnak magukénak a boldogságot. Azt jelenti, hogy ha látja a fiatalokon folyamatos fejlődést, büszkeséggel tölti el az ifjak teljesítménye, és a Honvéd ellen is igyekeznek megmutatni az oroszlán körmöket. Hát ugye a fiatalok teljesítményét emelte ki Tóth Kálmán, a Komjádi kupában Szolnokon is sikerült kivívni a négy közé jutást, 19-15-ös győzelmet aratott ugye az Eger, akiknek java része, mint a mostani csapatnak jó része szerepelt a Komjádi kupában, most pedig emberelőnyben. Lesz a csapat, alig egy perc van hátra, és időt is kér Tóth Kálmán. Jönnek a cserék is majd. A Komjádi kupában még nem játszottak le minden meccset, így nem tudni azt sem, hogy ki lesz majd a négy közé jutásért az ellenfél. Elmondta az edző is, még nem elégiben, hogy próbálnak helyt állni mind a két sorozatban, eredményt is elérni, meg a fiataloknak is játék lehetőséget biztosítani. Úgyhogy kell találni az egyensúlyt az eredmények és a játékidőben is. Csak néhány instrukciót adott az övéinek a vezetőedző. Baksa Lócinak, belenyúlnak a játékszerbe, és oda pofozzák Horisics elé a labdát, amit nem kapott meg elsőre. És ezzel 7-5 az állás. A második találatát szerzi Horisics. Az elsőhöz is kellett, azt hiszem, szerencse. Ehhez még több, hiszen a passz nem talált oda először, hanem fölpaskolták a labdát, aztán végül ő is bele tudott ütni. Ezt nem védhette Dekker Attila. És jöhet előre Honvéd. Jánszki és Kevi, aztán lesz egy előny, vendégeknél Sárit küldik ki Egli részre. Tiszta lövőhelyzet és gól Sebastian Hessers. Sebastian az, aki gólt szerez itt a lefújás előtti másodpercekben. És ezzel 7-6 az állás. Talán még egy lövésre lesz ideje az egri csapatnak. De azt is távolról kell majd leadni. El is jön ez a pillanat. De számított rá a kapus nyilván. Egy Lőrinc lövése nem okozott megoldhatatlan feladatot. És itt 7-6 az állás. Hamarosan folytatódik egy kis szünet után a harmadik negyeddel a találkozó. És ismét Ekler úszik vendég oldalon. A hazai oldalon megint váltás volt a ráúszó személyében. Most Kitiás Torász próbálta legyőzni az úszó versenyben Ekler Zsombort, de megint a honvédősok játékosa hozta el a labdát.
meg volt az első lövés is, Kevi mellé durrantotta. Talán növelheti az előnyét. Zeger egyszer volt ugye két gól. Most egy gól, illetve kétszer gól. Nem jó. Bejátszás vagy emelés, amivel gólja próbálkozott, miután jó labdát kapott. Jöhet előre a vendégcsapat. És le is találnak. 7-7. Sugár Péter. Még volt egy kis kihagyás. Baksa adja vissza a labdát Kovácsnak. Közelebb hívja Dócit. Kovács. Egy szép bejátszás. Aztán Lőrinc nem lövi be, és szabálytalanságot sem fújnak a játékvezetők. Eckler Zsombor, nem úszott ki rá senki, és ezt kihasználva ki is lövi a hosszú sarkot. 7-8 az állás. Pillanatok alatt fordult itt a harmadik negyed elején az eredmény. 7-6-tal indulhatott neki az Eger, aztán 2 perc alatt megfordította az állást. Az EPS Honvéd. Lőrinc. Ismét. Hárman a kapuban a vendégeknél. Kliest Torác, neki már sikerült gólt lőni. Rádli középre Murisicsnek, neki is sikerült már. Nem is egyszer. Ez a harmadik gólja a centernek. Hát ilyenkor kevesebb ember jut, ha hárman is állnak a kapuban. Bradley játszotta be jól a centernek a labdát. Kifelé jár a szabad dobás. Kovács. Aztán a túloldalon is a támadót ítélik szabálytalannak a játékvezetők. Nagyon üresen maradt Kis, és be is pattintja a labdát. Azzal 8-9 ismét vezet a Honvéd. Megint lemaradtak a védők. A vendégek játékosairól. Említettem el, ugye, hogy a Honvéd az 5., az Eger a 6. a bajnokságban, Fradi továbbra is veretlen. 16 meccsből 16-ot nyert, 48 ponttal első, utána az OSC áll 42 ponttal, a Szolnok 3., 37-tel, a Vasas 36-tal a 4.,
Honvéd 33, Eger 31, a BVSC, amit nemrég legyőzött az Eger, 25 ponttal, 6 pontos távolságban van, be lehet kerülni az első hatba, vagy benne lehet maradni. Ha ma sikerülne győzni, akkor még biztosabb lehetne. Kovács vissza a Lőrincnek, Kovács éles szögből, és véd a kapus, aki most már nem is Dekker, hanem Farkas Damonkos váltotta a rutinos hálóért. Megint nem ér oda senki, aztán szerencsére Riesbacher hárítja a lövést. Aztán pedig most egy kiállítás, Lőrinc megy ki. Mirember hátrányban az Eger. Van Herz. Aztán már a túloldalon a labda. Eklert benne gúz. Nyolc, tíz. Eklert Bendegúznak ez volt a második találata a mérkőzésen. És ugye elsoroltam az első hét helyezettet, utána pedig a kettőben szakadva a mezőny jelenleg. Szeged, Kaposvár, Miskolc a sorrend 16-16-14 ponttal, majd az Újpest következő 13-mal, Pécs 11-el, Szentes és a Kájsi 4, illetve 1 ponttal zárják a sort. A Kájsinak még nincsen győzelme. Az Eger pedig nem tud újra gólt szerezni, mert elveszik a labdát a játékvezetők. Támadó hibát láttak. És Van Herz úszik meg a jobb oldalon. Úgyhogy bocsánat, Nyíri. Centerbe egy bejátszás. Simon elpasszolja a labdát. Megszerzi a labdát az Eger. Szabad dobás. Egy ejtett labda. Kliens Tonác próbálkozott távolról. Nem sikerült túljárni Farkas eszén. Kevi kapja a labdát középen, és megint szerencséjük van a vendégeknek. Kapufa kapus gól. 8-11, 3 gól. Ennyi még nem volt egyik csapat javára sem korábban a mérkőzésen a különbség. Akcióból távolról szerzett gólt Kevi Tamás. Fordulóban már játszottak le mérkőzéseket. Fradi Kaposvár 24, Kási Szegedtől kapott ki otthon 18-7-re, a Vasas pedig 19-8-ra verte az Újpestet. Ezzel a találkozóval egy időben zajlott némileg BVSC Szentes találkozó. Szolnok Miskolcot fogadta, az Új Buda pedig a meccsek fizért a PVSK-t. Ismét kimaradt közben egy egri helyzet,
veheti előnyét a vendégcsapat. Ha tudja, de reméljük, hogy nem tudja. Nem jó a bejátszás a centernek. De közben egy kiállítás is lesz. Klárt küldték ki. A játékvezető kis időt is kért. Szívós Márton. A Honvéd jó formában van idén egyébként. Megverték a Vasast 11-8-ra, aztán a BVSC-től egy nem várt vereséget szenvedtek 10-8-ra, utána 13-4-re verték a Szentest, 15-6-ra a Kánsit, 12-4-re a Miskolcot, aztán a Szegedet is kipipálták 11-4, majd az Újpest lett az áldozat, 15-5-re győzték le, aztán pedig Pécsen diadalmaskodtak 14-6-ra. Ezek voltak nagyon könnyebb meccsek, most vannak a nehezebbek. Említettem is, hogy a Fradi azért nagy falat volt, 19-9-re győzött. Segít most a kapufagrízba kellnek, nem pedig megtréfálja. Kis Bálint volt az, aki eleresztette a lövést ember előnyben. Ketten mennek centerbe az egriek. A szabálytalanságot láttak a játékvezetők is. Sugárt küldik ki 20 másodpercre. Lőrinc Kriestolásznak tovább, ő pedig a rövid alsóba még tovább. Ez 11, és még egy szűk támadásnyi ideje van a Honvédnak. Ki kellene védekezni, hogy nyugodtabb lehessen. A negyedik negyed kezdete. Centerbe egy labda, de sikerül megszerezni az egrieknek. Sári volt résen. És így van egy kis idő arra, hogy megveszélje dolgokat. Tóth Kálmán vezető edző a csapattal. Mit lehetne tenni azért, hogy megfordítsa a mérkőzést az Eger, vagy legalább kiegyenlítsen, és akkor egy pontot szerezzen, és maradjon ez a két pontos különbség a két csapat között a tabellán. Az egri csapat is jó sorozatban volt, ami tavaly évvégén kezdődött. Volt egy nagyon hosszú veretlenségi sorozat a Vasas elleni vereség után. A bajnokságban nyilván, mert ugye a kupában azért volt sajnos hiba. Tehát ugye decemberben a Kánsit sikerült legyőzni, aztán pedig a Miskolcot, mert pedig sikerült legyőzni a Szegedet is. Kaposvárt itthon 15-11-re, Újbudán következett egy nagy bravúr, 10-9, aztán az UVS ellen is 9-8-ra sikerült nyerni idegenben, majd a Pécs következett idehaza 14-6-ra. Ez egy kisebb, illetve hát ez volt az a nagy veretlenségi sorozat, amit a Fradi szakított meg a papírformának megfelelően 14-3-ra. Győztek odahaza. Ezt követte még egy vereség Szolnokon. Nem sikerült megismételni az őszi bravúrt.
amikor idehaza döntetlen sikerült játszani az esélyesebb szolnokiakkal. Viszont legutóbb a BVSC elleni fontos hazai rangadót, ez behúzta az Eger 16-14-re, majd a héten Szentesen is sikerült begyűjteni a 3 pontot, 13 héttel, ott már ugye az első negyedben, vagy az első két negyedben sikerült eldönteni a 3 pont sorsát. Lássuk, hogy sikerül-e végre először elhozni a labdát. Zegliek meg, de nem. Rádli próbálkozott Eckler Zsomborral szemben, de megint a Honvéd játékosa nyerte az úszást, a ráúszást. A Herz elegánsan játssza be középre, de sikerült elpaskolni a labdát center elő, aztán eltűnik a víz alatt Mudisics. Nincs ilyen szabálytalanság, jöhet előre az Eger. Baksa egyelőre távol a kaputól. Kovács játssza ki szélre Rádlinak, akibe is lövi a labdát éles szögből a hosszúba. Rádli Raimund. Ez volt az első gólja. 10-11 az állás. Közelebb egy kicsit. Egy lépéssel a döntetlenhez. Már csak 7 percet kellene valahogy egy góllal vagy két góllal megnyerni az Egernek. Ott lehet, hogy az imént gólt lőtt, most pedig kiküldik 20 másodpercre. Ember előnyben a Honvéd. Szerencsére nem pontosak a passzok. De gyorsan játszanak, aztán pedig gólt szereznek. 12-10. Eckler Zsombor az, aki betalált. Nem csak elhozza a labdákat, hanem gólokat is szerez. Ez a második. Sőt, a harmadik gólja már Eckler Zsombornak. Kicsit megkeseríti a Tigrecet, a Feger életét ezen a találkozón. Azért korábbi meccseken se lehetett rá panasz, ami ezt illeti. Gólja. És a svédi Farkas. Baksa végzi el a sarlokdobást. Kriestorácz egészen kiszorítva. Lőrinc kap egyet a fejére. De nem fújnak semmit a játékvezetők. Magának kell megoldani. Eldobja. Csak. Két gólos előnynél jöhet előre a Honvéd. Van Herz. Távolról Griesbacher. Oda várta, csak kitette a kezét. Gólt kell ellenülni ahhoz, hogy legyen esélye felzárkózásra. Kovács, Lőrinc, Baksa becenterbe, az arcára kap Gólyanoel együttést, és ezt nem fújják le a játékvezetők.
Zicserben volt, és nem fújtak erre semmit. Most viszont a túloldalon van Zicser. Kovács szabálytalankodik, viszont háromra növeli az előnyét a vendégcsapat. Kis Bálint úszott meg. De hozzá kell tenni, hogy itt Hójánál talán azt le kellett volna fújni. Ebből kap. Egy helyet lett három. A különbség. Valamivel több, mint a negyed fele van hátra. Baksa. Lőrinc, ismét betömörülnek a vendégek. Dárdinak nincs helye lőni, Lőrinc, neki van, és szépít. 11-13. Még volna idő egyenlíteni, hogyha sikerülne kivédekezni egy-két támadást, illetve nem is egy-kettőt kell, nyilván többet. Szinte az összes nem fér bele több kapott gól. Centerbe egybe játszás. Lefújták. Hát pedig elütötték. Egy kézzel ütött el a védő a center elől a labdát, és ebből azonnal gólt kap az Eger. Másik Ekler, Bendegúz, a találat szerzője. Neki is ez a harmadik gólja. Négy perc van hátra, illetve valami a kevesebb, mint négy perc a találkozóból. Lőrinc játssza be. Középre a labdát Mudisicsnek. Mi lesz az ítélet? A kiépítő számú játékos cserére végletett kiállítva. Végletcserés kiállítás. És azonnal egy gól. Rádli. Most Jánszkit állították ki egyébként cserével. Tizenkettő-tizennégy. És 3,5 perc van hátra. Fogy az idő, de még ki lehetne harcolni a pontszerzést. Sugár jött közelebb, aztán szorítják ki az egri védők vendégeket. Sugár. Rádli védekezik. Távolról egy ívelt labda. Messzens volt Sebastian. Aztán egy hiba is tőle, mert kiállítják. És időt is kér Tóth Kálmán. Hát még az utolsó esély a felzárkózásra.
Egyébként a vendégeknél Manhát 42 góllal áll a góllövő listájuk, házi góllövő lista élén, ő most nem volt nagyon aktív. Két Ekler, Zsombor, illetve Bendegúz viszont igen, 29, illetve 23 gólosok voltak a meccs előtt. Essence Sebastian 20-szal állt, Nyíri 16-tal, Sugár 15-tel. Mosnyánszki Kevi 13-13-mal, Sugár meg 15-tel. Van Hertz 9-szel. Csánat. Amit elnéztem. Mindig. Lőrinc. Lócival játszik össze. És Baksa. Közelebb hozzá a csapatot, 13-14. Még több mint két és fél perccel hátra ki kell védekezni ezt a honvéd akciót. Meg lehet szerezni a pontot. És az ezt követő női Eurókupa elődöntőt nek is adhatna egy jó alaphangot, úgyhogy ha sikerülne pontot szerezni. Ugye a lányok majd az Újpesten játszanak egy oda visszavágós párharcot, ami majd két meccs alatt dől el, tehát nem fog eldőlni az első mérkőzésen. Reméljük, hogy nem lesz akkor a különbség, hanem majd Újpesten fog kiderülni végül is, hogy ki jut tovább a döntőbe. Bejátszás centerbe, meg egy kiállítás, megkapják az esélyt arra a vendégek, hogy gólt szerezzenek. Sárit állították ki, és góla is váltják az emberelőnyt. A vendégek, Simon Henrik az emberelőnyt kihasználva. 13-15. Nem sikerült kibekkelni sajnos ezt a honvéd támadást. De még két perc hátra van. Innen már nehéz ledolgozni két gólos hátrányt. Nyilván nem lehetetlen, de ahhoz mindennek nagyon stimmelnie kell. Kovács és Lőrinc. Lőrinc csak lóbál, nem lő. Kovács kiemelkedik, húzzák lefelé, aztán a blokkról levágódik, és a vendégeké lesz a labda. Vissza is adják a kapusnak. Farkasnak a védők, és már jönnek előre a vendégek. Van Herz. Adta be, kapja vissza. Kevi bele a blokkba, levágódik Dóci Tajci hátra Lisbachernek. A kivédekezés megvan, ez fontos volt, de már csak jó egy perc hátra. Ha még ebből sikerülne gólt lőni, akkor talán Dóci, Lőrinc, mellé sajnos. Visszakapja a labdát az Eger. Nyírit küldik ki a játékvezetők. És most sikerül betalálni. Lőrinc. Az előző lövése nem volt jó, de most igen. 14-15. Labdát kellene szerezni. 37 másodperc van hátra a meccsből.
valahogy labdát kellene szerezni az Egernek, és akkor még talán fölcsillalhatna a pontszerzés reménye. De jönnek előre a honvédosok. Kevire most húztak ki. Hátul adogatnak, meg aztán időt is kér Szívós Márton. 22 másodperc van hátra. Lesz majd egy szünet egyébként a bajnokságban ezt a találkozót követően. Március közepén folytatódik majd a bajnokság. Előtte még talán lesz Komjádi kupa. Március 18-án játszik majd a Tigracetefeger férfi csapata a Vasas otthonában. Nincsenek most tehát könnyű ellenfelek. De a lányoknak ez idő alatt sem lesz pihenés. Ott lesz majd az Újpest elleni visszavágó. Előtte két bajnoki is, Tatabányán, illetve Újpesten. Lejár a támadó idő. Ebben a pillanatban. Másodpercek vannak hátra. Előre kell ívelni Dóci. Tovább, egy lövésre még van idő. Leleblokkolják. És ezzel megnyeri a találkozót a Honvéd. 15-14-re. Jó küzdött az Eger. De a Honvéd is jó játszott, és szerencséje is volt. Volt egy véleményes szituáció, amikor nem adtak meg egy gólszerzési lehetőséget. Egy 5 méterest az Egernek, abból kapott volt. Aztán az Eger, és ahogy lett egy helyet három a különbség, lehet, hogy ez is döntött. Lehet, hogy a Honvéd most jobb formában volt, de egy góllal nyert, és így az Eger előtt marad. Tehát Komjádi kupa lesz majd, illetve a lányoknak mérkőzések, folytatás pedig 18-án a Vasas otthonában. Köszönjük a figyelmet, a viszontlátásra, a viszonthallásra.